Az osztályfőnöknek azt köszönhető, hogy egyáltalán életben maradtam. Különleges kapcsolat volt közöttük, mert én úgy érzem, hogy ő így megértett engem. Nekem a mai napig igazából megmaradtak ezek az emlékek. Nekik köszönhetem azt, hogy megtaláltam a célomat, amiért meg fogok küzdeni az életemben abszolút. Az, hogy mindig küzdjek, soha ne adjam fel az álmaimat.